Nem mondhatok mást önök előtt sem, mint amit egyébként a bizottsági ülésen elmondtam és képviseltem. Ma azért nem volt Nemzetbiztonsági Bizottsági Ülés, mert a Fidesz-KDNP, a többséget biztosító Fidesz-KDNP kivonult erről az ülésről, ugyanis a teljes ellenzék a Jobbiktól, az MSZP-n, az LMP-ig azt szerette volna, hogyha úgy tárgyalunk a soros tervről, a soros hálózatról, ha úgy hallgatjuk meg a magyar titkosszolgálatok jelentését, a magyar rendőrség jelentését, a belügyminisztérium jelentését, ha az a személy, jelesül Szél Bernadett az LMP képviselője, is jelen van, aki személyében, pártjában és az egész eddigi munkásságában, mivel a soros terv végrehajtásán dolgozik, nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Úgy látjuk, hogy Szél Bernadett és a pártja a soros kottájából játszik, soros megrendelésére, és ezért jelent nemzetbiztonsági kockázatot, hiszen itt a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén pont olyan releváns titkosszolgálati információkat, bizalmas információkat kellene a bizottságnak meghallgatni, amely ennek a tervnek az elhárításán dolgozik.